A környezetvédelmi termék díj leegyszerűsítve egy olyan adónem, amelyet a termék tömege után kell feltüntetni és fizetni. Ilyen egyebek mellett az akkumulátor, a gumiabroncs vagy a reklámhordozó papír. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan vannak aktualitások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatóján Struhár Imre szakértő kiemelte, nincsenek új díjtételek vagy termékkörök, inkább egyszerűsítések vannak. Bizonyos műanyag termékeknél, hogy a bútoripari műanyagnál a vámtarifa számot pontosították, tehát most már arra kíván a jogalkotó mentességet biztosítani, amit elméletileg a jogalkotói szándékkal ellentétesen kerültek eddig is adóztatásra. Az elkönyvett hulladékgyűjtésre szolgáló műanyag zsákok is szintén termékdíj mentességet fognak élvezni, valamint egy újítás gyakorlatilag, hogy a megújuló nyersanyagból előállított műanyag termékek, azok szintén nem keletkeztetnek termékdíj kötelezettséget, de számtalan operatív módosítás van, amivel igazándiból, akiknek a mindennapi életük során ezek a kérdések előjönnek, azok most boldogak lesznek a tekintetben, hogy megkapják a válaszukat a korábbi kérdőjeleikre. Az iparkamara ingyenes tájékoztatójára több megyebeli vállalkozó érkezett, valamennyien hasznosnak vélték az előadást. 1982. október 13-a óta vagyok vállalkozó, és hangszerboltot viszek, és a hangszerek után is kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni. Tehát a hangszerek kilogramonként, tehát, hogy milyen, tehát azután van a súlya után befizetendő összeg, aztán a csomagolásért, tehát a papír és a nylon csomagolásért is külön fizetni kell, tehát termékdíjat, ez meg van határozva, hogy kilogramonként, gramonként mennyit kell fizetni. A környezetvédelmi termékdíj szakértő a tájékoztatón arról is szólt, a vállalkozásokat, cégeket folyamatosan figyelik. Év végén az ügyfélkapun keresztül mintegy 7500 adóalany kapott megkeresést, hogy vélhetően környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége áll fenn.